Jaj, de szép nap van most. Hát elindulok vadászni. Nem, miért is ne? Na. Azt nézem, hogy van-e valami a közelben. De nem látok semmit. Bye, have a great time! Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. Mi történt? Én utoljára arra emlékszem, hogy elindultam egy reggel vadászni, aztán utána éreztem valami fájdalmat hátulról, aztán minden fekete. Miért vagyok így, úgymond eltemetve? Nem tudom, de elég rossz az idő. Új és vízemli. Oh my god. Új. Jobb, ha gyorsan hazamegyünk. Ott egy hó. Olyan fura érzésem van. Nem érzem magam teljesen. Nem érzem magam egyáltalán álmosnak. De mégis fáradt vagyok. És ez ilyen érdekes érzés. Jó, fáradt vagyok, de nem tudnék aludni, vagy valami ilyesmi. De miért? Mi történhetett? Miért ilyen fura a kezem? Meg kell nézni. Oh my god, nézzük! Oh my god! Látjátok, mi történt? Látjátok? Skeleton lettem. De jó ég! Mi a pikuli-mikuli történt itt? Ha használom a fantáziámat, akkor valószínűleg az történhetett, hogy valaki megölt, vagy valahogy meghaltam. Valószínűleg valami dolog által én felélettem, de skeletonként. Tényleg, a halálom után hány nap telhetett el, hogy a hús, a szőröm, meg az ilyenek eltűntek? Jó kérdés. De skeleton lettem! Oh my god! Skeleton róka lettem. Ohó, így hogy fogok Crazy elé állni? Hát végül is a legjobb barátom, szóval megértené. De akkor is. Ez nagyon-nagyon nem jó, nézzük. Ez nem jó így. Valahogy meg kéne oldanunk. Vissza kéne valahogy változnunk,
élővé. Mert ha úgy veszük, akkor én most egy élő halott vagyok. Vagy ezt hogy szokták mondani. És... Nagyon érdekes. De akkor viszont... Ajjaj! Ajjaj! Akkor a nap! A nap! Jújjúj, a nap! Akkor félnünk kell a naptól, és csak éjszaka mozoghatunk. Oh my god! Szereznem kell egy sisakot. Nagyon gyorsan szereznem kell majd egy sisakot, hogy ne égjek meg a napon. Mert elméletileg, ha felveszek egy sisakot, akkor nem égek el a napon. De ha viszont esik a eső, akkor nappal is tudok majd mozogni. Amíg nem lesz nekem egy sityakom. Oh my god, nézzük, oh my god. Kész, ezt el kell mondanunk Crazynek. Míg, ameddig megy ez a vihar, meg ameddig este van. De viszont a creep, az többi szörnyeteg rám tud támadni. Hiába vagyok Skeleton. Elviszem ezt a vaskarzomat a biztonság kedvéért. Páncél az van rajtam, ott egy creeper. Újúj. Szerintem attól függetlenül, hogy én mobbá változtam, szerintem engem a többi Skeleton nem fog csípni. Már szóval nem fog velem barátkozni. Oh my god. De ez így most hogy fogjuk megoldani? És mi van, ha mondjuk most jelenleg véletlenül még egyszer belém csap a villám? Akkor mi történne? Újra meghalnék? Vagy visszatérnék az élők közé, úgymond? Nem mint a szellem lennék, de ez nagyon fura. Oh my god. Bárányba majdnem belecsapjuk a villám. Zombikat megölöm. Crazy. Vagyunk Crazynek a barlangjánál. Jó. Nem tudom. Így elé álljak Skeletonként. Várj, ezt a pókezt be fog zavarni. Aj. Ez így nagyon nem jó, néző. Szerintétek így álljak Crazy elé? Nem tudom. Még egyetlen kiölhetett meg? Mindegy. Megfogok. Kikap. Fogok még egyszer. Ting-ting-ting! Crazy! Én vagyok az! Nem ismersz fel! Én vagyok az! Ó! Oh, Foxy! Meg Oxy Foxy! Ne! Oh my god! Nézzük! Oh my god! Help me! I'm a ticket to the match! Már nem őr. Jó van, már nem jön utánam. Ujjjjj. Crazy elüldözött. Remélem nem jön utánam. Aj, de... Crazy fél tőlem. Jaj, ez nem lesz jó így, hogy elvesztem így a legjobb barátomat, mert Skeleton vagyok. Jaj, ez így nem lesz jó. Nagyon nem lesz jó. Bruder meg most. Nem tudom, hogy hova ment. Ja igen, Bruder elment most a barátnőjéhez. De nála alszik. Szóval... Értek. Hello, barátom! Mit csinálsz errefelé? Au! Jó van, hagylak végig. Jaj, még az... Oh my god! Oh my god! Jobb, ha itthon maradok. Egyedül. Meg már nappalodik. Jobb, ha lepihenünk egy kicsit.
De mondom, fáradtnak érzem magam, de nem vagyok álmos. Na írni. Nappal van. És most nem mehetek ki a házból. Ez kb. Olyan, mint egy szobafogság. Mert skeleton vagyok. De ha skeleton vagyok, akkor bobval kell majd járnom, vagy mi? Mondjuk a vaskard az megy hozzám, de hagyjuk. Jaj, ez így nem lesz jó. Várja, még a fák árnyékába talán nem égünk meg. Kimehetnénk egy kicsikét. Várja, így itt még nem tud megsütni engem a nap. Hello, my friend. Úgy látszik, ő ott akar abba a lyuksiba lakni. Nekünk meg jó lenne egy sisakot összehoznunk. De szerintem azt úgy fogjuk csinálni, hogy keresni fogunk egy barlangot. Most próbálok itt a fák árnyékába maradni, nehogy a nap megégessen engem. Gyorsan ide átmegyünk. De jó lesz! Egész életemben itt kell majd kommandoznom. Ráadásul nem lesznek barátaim. Nagyon meg kell majd oldanunk, néző. Kedves seim, ezt nagyon meg kell oldanunk. Várjál, hopp! Be a barlangba. Hát itt sincs sok minden. A barlang beomlott. Viszont van nálunk fa, szóval elkezdhetünk egy kicsit a sisakra. Most a célunk egy sisak lesz. Szóval, ja. Jaj, de mi történhetett? Én most igazából ezen agyalok, hogy pontosan mi történt, meg hogy ki ölt meg. Ha tudnám, hogy ki ölt meg, akkor nem tudom, mit csinálnék. Szerintem én is megölném, vagy nem tudom. De ez nagyon nem lesz jó így. És egyszerűen nem tudom, hogy mit csináljak majd. Elinduljak majd kalandozni? Nem tudom igazából. Tényleg, mi van, ha Bruder visszajön, és így fog engem találni? Ó, és mi van, ha ő is elutasít, mint Crazy? Mondjuk Bruder. Bruder az egyetlen olyan barátom, aki bármikor kiáll mellettem. Például, amikor félig Enderman voltam annó, akkor is mellettem állt Brudy. Szóval, ha mondjuk most skeleton vagyok, akkor szerintem most se fog változni, de nem tudom. Mert azért Bruder nincs oda a skeletonokért. Mert, ja, nincs oda a skeletonokért. Jó, most megint kommandó. Falom, árnyék. Falom, barát, ja. Falom, így, itt egész végig árnyék, és így. Jaj, ez így nem lesz jó, kedves nézőim. Mindenképp össze kell hoznunk egy sisakot. Na. Na, kedves nézőim. Ez. Remélem a következő részben majd össze tudunk dobni egy sisakot, és akkor tovább tudunk indulni, keresni, hogy mi történt velünk. És megpróbálok kibékülni majd Crazyvel, vagyis elmondani neki, hogy mi történt. És találkozunk a következő részben is. Én Skeleton Foxy voltam. Sziasztok!